A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban zajló projekt hét idei témája a jövő iskolája volt. A gyerekek a téma kapcsán minden nap mással foglalkoztak. Azt gondoltuk, hogy akkor mondják el, hogy ők hogy képzelik a 21. század iskoláját, mit gondolnak, hogyan lehetne megfelelő módon, az ő igényeiknek megfelelő módon iskolát szervezni, milyen iskolában éreznék jól magukat. A projekt héten a fenntarthatóság, környezetvédelem, de a médiatudatosság is szerepet kapott. Én azt gondolom, ha egyből belecsapunk a lecsóba, ha mondhatok ilyet, akkor az nem biztos, hogy jó. A diáknak is kell egy kicsit szoknia, hogy a hosszú pihenés után most vissza kell térnie a tanulás világába, és ha nem egyből terheljük őket egy matek dolgozattal, vagy egy nyelvi felmérővel, hanem egy picit megszokják, hogy ismét együtt vannak, ki tudják élvezni egymással a haverságot, mert arról szól a dolog, hogy az első hetek, hogy újra együtt vagyunk, mindent el kell mesélni a nyárról. És akkor itt van egy kis lehetőség arra, hogy egy picit szabadabban tudjanak dolgozni. A projekt hét a Tamási Vályi Péter iskolában is tartalmasan zajlott. A teljesség igénye nélkül az elmúlt hét során volt 3D robotika, 3D-s robotika workshop, volt ezen kívül fenntarthatósági akadályverseny a Tamási parkerdőben, szó volt a biztonságos média használatról, ökogazdálkodásról, biogazdálkodásról hallhattak előadás diákjaink, ezen kívül létrehozták a hegesztőink, a Bádog család, Bádog gyermekét, a köműves tanulóink, építőiparos tanulóink a jövő iskolája makettjét készítették el. A különleges héten díjazták a legjobb projekteket bemutató csoportokat.